Sziasztok, Szalai Mátyás vagyok, újra itt az SK bázisán. Elhoztam nektek egy bombajó, ám bár klasszikus receptet, kicsit újra gondolva, ugyanis a Stefánia vakdalatot fogjuk elkészíteni, nem mással, mint egy jó kis húspótlóval, meg fogtok lepődni az eredményen. Kezdjünk is hozzá! Első lépésként felszeleteljük a vöröshagymát, a fokhagymát. Közepes lángon először a vöröshagymát fogjuk ledinszelni egy kicsit, és utána fogjuk hozzáadni a fokhagymát. Egy kis tálban, nyugodtan itt használhatok száraz zsemlét, megmaradt zsemlét, mert úgy is beáztatjuk, tehát még talán az jobb is neki, a kicsit megvan így keményedve. A hagymánk el is készült, ezt most kiöntöm egy kis tálba, és amíg össze nem keverjük a jó kis húspótlónkkal és a többi hozzávalóval, addig félretesszük. 3 darab tojást fogok keményre főzni, amit mindenki tudja, 10-12 percig kell vízben főni. Ugye a főtojásnál minden perc számít, úgyhogy én most be is lövök egy jó kis időzítőt. Igazából én nem is egy kemény tojást akarok, úgyhogy egy jó 12 percet fogok. Na, látjátok, így néz ki a húspótlónk. Igazából minden jó van benne, ami a szervezetnek szüksége van. Hozzáadjuk a dinsztelt hagymát, és mi kell a klasszikus stefánia vakdalathoz? Egy jó kis kömény és egy jó kis piros paprika. Ez mind a kettőből egy teáskanálnit fogok hozzáadni. Itt is figyeljetek a sónak a mennyiségére, és jöhet hozzá egy kis bors. És két tojás. Jól összekeverjük. Nézzétek el, de használni fogom a kezemet, hogy jól össze tudjam igazából mixelni, gyúrni. Na, el is készült a tojásunk, hideg vízbe áttettem, és a felhasználásig félretesszük. Most visszajöttünk a stefánia vakdalatunk alapjához. Jól kifacsarjuk a zsemlénket, és ezt fogjuk hozzáadni a vakdalatunkhoz. Ezt most jól összekeverjük, és utána még belekóstolok, ráízesítünk. Azt akarjuk, hogy a kömény és a piros paprika egy nagyon erőteljes fűszer legyen. Nézzétek, milyen jól beszívta a zsömlét. Tényleg most már olyan jó termékek vannak arra, hogy húst pótoljuk. Abszolút meg fogtok lepődni, hogy teljesen elhagyható tényleg napokra a hús. Elkészült a vakdalathoz az alapunk. Most gyorsan megpucoljuk a tojásokat. Most szerintem 3-at fogok használni, megnézzük, hogy mennyit fog a formánk elnyelni. Ne felejtsétek el a sütőt bekapcsolni. Tudjátok, klasszikus menza kajáról beszélünk. Én itt egy klasszikus, régi módi formát fogok használni, ez pedig nem lesz más, mint az őzgerinc. Minden nagymaminál ott lapul valahol egy őzgerinc forma, úgyhogy nyugodtan menjetek át, kérjétek el tőlük, de ha nincs, az se baj, nyugodtan használjátok alufóliát, arra rátesztek egy kis zsemlemorzsát, és úgy teszitek rá ezt a pépet, és úgy fogjátok beforgatni, és úgy fogjátok felgöngyölni a húst, és utána mehet be a sütőbe, jó? Most pedig egy kis vajjal kikenjük az őzgerinc formánkat. Ugye a vaj azért kell elsősorban, hogy ne tapadjon oda a húsunk. És erre fogok majd egy kis zsemlemorzsát szórni, mert az is egy klasszikus része a stefánia vakdalatunknak. Most pedig elkezdjük beletölteni ezt a finom darált húspótlós mixünket ebbe az őzgerinc formába. Jöhetnek a tojások. 1, 2, 3. Ne zavarják egymást, mindenki külön kis életet él, és most pedig befedjük őket. Nézzétek, körülbelül így kell kinéznie, nem is körülbelül, így kell kinéznie. Nem felejtettétek el, hogy az aljára is szórtunk zsemlemorzsát, ugyanígy fogunk csinálni a tetejével is. Adni fog neki egy jó kis ilyen kis ropogósságot, ahogy megpirul a tetején a zsemlemorzsa. Most pedig tojássárgájával bekenjük a tetejét. Elkészült a vakdalatunk, most már csak jól meg kell sülnie, ne felejtjétek, 180 fok, 1 óra, amíg sül a vakdalatunk. Elkészítjük a krumplipürénket, jó sós vizet fogok előkészíteni, és 3 darab krumplit fogok felszállni. Elkészült a burgonyánk, gyorsan leszűrjük. Mi kell egy rémes krumplipüréhez? Főtt burgonya és vaj. Igazából ezen nem is kell más csinálnatok, csak kevergetni. Nagyon fontos, hogy ne próbáljátok meg ezt átugrani, mixerbe beletenni. A keményítő miatt, ha elkezditek egy blenderbe összemixelni, akkor egy ilyen nagyon gumis
ilyen mű dolgot fogtok kapni, úgyhogy szigorúan tilos. Ezért úgy ízesítsétek, hogy először a parmezánt adjátok hozzá, és akkor utána a só mennyiségét ehhez mérten adagoljátok. Nem használunk fekete borsót, nyugodtan használhatjátok, ha akartok, de itt a parmezánnak, a parmezánt akartam elsősorban kiemelni. És hogy legyen ez a vokdalathoz igazából egy sejmes burgonyapürénk, így ezt tálalásig félre is tesszük. Elkészült a vagdaltunk, nézzétek milyen szépen megpirult. Kicsit hagyjuk kihűlni, egy ilyen, kell neki szerintem egy ilyen 10 perc, hogy rendesen szépen ki tudjuk venni a formájából, és aztán jöhet a tálalás. Na, hát gyerekek, eljött a legjobb része minden főzésnek, a kóstolás. Igazából tökéletes lett. Tényleg a tojás tökéletes formában kijött az őszgerincből az egész úgy, ahogy van. Azt mondom nektek, húsimádók, én is közéjük tartozok igazából. Próbáljátok ki, mert ez brutál finom lett tényleg. Csináljátok meg, fotózzátok le, posztoljátok ki, taggoljatok be minket. Ott vagyunk mindenhol, Facebook, Instagram, YouTube. Legközelebb újra találkozunk. Sziasztok! A kreatív és fenntartható receptek támogatója a Kreaveg.